very happy with the result. Rendkívüli módon örülök a győzelemnek, mert az előző fordulóban óriási csalódásként éltük meg, hogy nem tudtunk nyerni az Eger vendégeként. A Lika kupában az MTK és a Kecskemét ellen ugyan kétszer is győztünk, próbáltuk tehát felépíteni a játékunkat. Valamennyire sikerült is, úgyhogy a fiúk nagyon megérdemelték a 3 pontot. El kell ismerni, hogy az ellenfél az első 10 percben jobb volt. De ahogy betaláltunk, megjött az önbizalmunk, próbáltuk nyomás alá helyezni őket. A szünet után változtatnom is kellett az összeállításon. Csatárt hoztam le, és védekező játékost küldtem pályára. Kevesebb helyzetünk is akadt, de összességében azt gondolom, megérdemeltük a 3 pontot. Ez jót tesz a fiúk önbizalmának. Ha a következő meccset is megnyerjük, már a legjobb 4 közelében lehetünk. Ez pedig jó hatással van a játékosokra. Egyelőre még sok az új arc, 1-2 napja készülnek velünk, így a beilleszkedésüknek is jót tett ez a siker. Összességében tehát elégedettek lehetünk, boldog vagyok. So also that was not easy, but I'm very happy with the 3 points. Én azt hiszem, hogy az első negyed óra egyértelműen a miénk volt. Ott 3 óriási ordik az ittszerünk volt, sajnos azok kimaradtak. Utána a Ferencváros rúgott egy mélységintásból egy gólt. Ez egy kicsit megváltoztatta a játékképét, de nem érzem, hogy akkor különösebb gondunk lett volna. Talán ők egy kicsit többet támadtak, igazából az egy gólon kívül helyzetük nem volt. Aztán a második fél időben egyértelműen láthattuk a játék irányítását. Meg voltak a helyzeteink, meg voltak a lehetőségeink, nyomás alá tudtuk tenni a Fradit. Sajnos kaptunk egy szerencsétlen második gólt, utána viszont később jött a szépítés. Én úgy érzem, hogy az egész mérkőzés összképe alapján messze nem érdemeltünk vereséget, sőt, ha a helyzeteket nézem, akkor a helyzetek alapján Sajnos nem kezdtünk jól, de aztán magunkra találtunk, és kétszer is sikerült gólt szereznünk a folytatásban. Mindenképpen azon kell dolgoznunk, hogy ezt a támadójátékot ráerőltessük az ellenfelünkre. A Honvéd és az Eger ellen sajnos nem sikerült nyerni, de ez a kondíciónkra is visszavezethető. Jelenleg úgy érzem, 50-60 percig vagyunk képesek koncentrálni, utána van a játékunkban egy törés. Ezen feltétlenül javítanunk kell. Ha úgy jöttünk volna ide, hogy megilletődöttek vagyunk, akkor biztos, hogy nagyobb arányú vereséget szenvedünk. Idegenbe is úgy kell elmenni, hogy bátran játszani, és abból kijöhet egy jó eredmény. Sajnos ma mondom, Fortuna nem állt mellénk. A helyzeteket kihagytuk, ezért nem tudtunk pontot vagy pontokat szerezni. For me is everybody the same. Sok játékos van a keretünkben, de nálam mindenki egyenlő eséllyel indul a csapatba kerülésre. Nem nézem, milyen nemzetiségű, melyik országba jött, csak a játékos nézem, hogy mennyire van meg benne a győztes mentalitás. Nálam mindig a jobb játékos lesz a csapatban, függetlenül attól, honnan is jött. I'm selected players based on quality, not where they come from.